jó estét kívánok mindenkinek! Én Szabó Gabi Mici vagyok, ez pedig az Egy Kávé Micivel élő rádió műsor, ezt is mondhatnám, vagy éppen az élő talk show itt Rácsalmáson. És nagyon sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket és a Mici mai vendégét, Rátonyi Róbertet. Szia! Hát a profi! Azért a mikrofon az mindig ott van, nem csak a zongora, meg az egyéb hangszerek, meg a mindenféle zeneszerszám, azért a mikrofon is ott van. Hát egy színész dinasztiából a mikrofon az nem hiányozhat, mint állandó kellék, nem? Engem elkerülhetek, mondjuk, hát se a színház, se az éneklés, ezt mindig megkérdezik, hogy énekelek, és zongora, az rendben van, hogy énekelek, és mondom, azt nem. Azért ezt majd vagy cáfolj. Engem zongora egyébként, nem vagyok egy ilyen, már ilyen szereplős típus. Ez az a családban kettő volt, édesapám meg a húgom. És már gyerekkorodban megmondtad, hogy egy családban bőven elég egy, aztán lett belőle kettő. Hát valahol én is csak azért mondom, ez egy másfajta zenével jobban ki tudom fejezni. Na jól van, azért kezdjük az elején, mert hiszen a Kávé Micivel mindig úgy indul tulajdonképpen a Rádió Bézsben, hogy hát az elején gyorsan megbeszéljük, hogy vajon a kávézással hogy is állnak a vendégeim, hogy vajon az élet hová sodorta a vendégeimet, hogy vajon hol kávéztak valami igazán különleges apropóból, vagy éppen valamilyen különleges személyiséggel. És hát egy zongoraművész, egy zeneszerző, aki filmektől kezdve, koncerteken keresztül a magyar zeneipar óriásaival végigjárta a világot, azt gondolom, hogy sok-sok száz olyan sztori lehet ott a tarsolyban, amiben mondjuk egy véletlen kávézás is volt valakivel. A Rádió Bézsben már meséltél nekem, de azért a közönséggel is osszunk meg legalább egy ilyen sztorit. Valamonnan a világ valamelyik csücskéből mondjál nekünk egy ilyen sztorit, mondjuk valakivel, aki annyira különleges és érdekes volt számodra. Például, akivel együtt dolgoztál külföldön. Hát most mindenkit le fogok lombozni, mert nem vagyok egy Nagyon későn kezdtem el kávézni eleve. Kb. 40 éves lettem, de addig nem is ittam nagyon kávét. Akkor is egy teljes kávé, de aztán végül is kicsit rászoktam, tehát most már minden reggel úgy indítom, hogy van egy kávé, és esetleg délután is. De valóban most már úgy megszerettem, sőt most már cukrot sem teszek be, hanem édes. Tessék. Pedig nagyon édes szájú vagyok. Hát ilyen hírességekkel vagy ilyen szakmai nagy kávézással nem nagyon emlékszem. Híres kávézókban voltam nagyon, hát nyilván nem kell beszélni, ugye Bécsben vannak fantasztikus kávézók, és Olaszországban, ami nekem az egyik kedvenc országom, most legutóbb is Rómában volt, van egy nagyon híres kávézó, de igazából itt személyre szóló élményeimnek nagyon nincsenek. Inkább az, hogy rengeteg olyan hely voltam, amit tudom, hogy nagyon híresek a kávéjukról, vagy nagyon híres kávéjukról. Na jól van, hát akkor a kávézásos sztorit, pedig én tudom, hogy van, azt majd még elrakjuk későbbre, de én azt gondoltam, hogy hát, hogyha valamelyik híres pesti kávézót is megemlíted, ahol esetleg mondjuk valakivel megfordultál, de hogy elinduljon ez a mai sztori, mégiscsak egy színész dinasztia gyermekeként, hát ki nem hagyható az, hogy Rátonyi Róberttel, az édesapáddal kezdjük, és mindenféleképpen hozzá és rá is utaljunk, és mindenféleképpen beszélgessünk róla is, hiszen egyébként pont a halálának most az évfordulója is volt a napokban. Igen, sajnos. Rátonyi Róbert, megmondom őszintén önöknek, nekem valamiért gyerekkoromban, pedig hát kislányként az ember még úgy viszonylag ritkábban szeret bele nagy felnőtt férfiakban, akik énekelnek, sétapálcával járnak, kalapban táncolnak és folyamatosan énekelnek, de nekem lehet, hogy egy ilyen kislányos álom volt, hogy én azért kerüljek majd színházba, hogy például Rátonyi Róberttel milyen jó lenne majd együtt énekelni, táncolni, mondjuk az Operett Színházban, vagy mondjuk valamelyik filmben. 13 éves lehettem, amikor én elolvastam az Operett című könyvét, az első részt, és
közvetlenül rá, ahogy kiolvastam, 13 és fél évesen mondjuk, a második részt. Úgyhogy édesapádnak azokat a sztoriait, amit az operett műfajból és az operett történelméből ő nekünk átadott, az gyakorlatilag én valamiért, mert én nem értettem, nem is fogalmam nem volt, hogy kikről ír, mert hát azért valljuk be, tehát Honti Hannáról azok a sztorik azért egy 13 éves kislánynak azért eléggé messze voltak. Na jó, hát akkor induljon a mai első bejátszásunk. Jó, egy kis multidézés, természetesen az édesapáddal, és akkor gyorsan ugorjunk át Pestre, a pesti éjszakába. Mit szólsz? Oké. Legszebb Pesten az este egy kis lányra lesve, a szigeten úgy tíz után. Csillag ezer, csillag és ezer illat, kódik el nyár éjszakán. Ilyen mosolygó vén volt, és épp ársanyék volt, a világon nincs több talán. Pest szebb, hidd el, ha mondom, mint Párizs, vagy London, melyet mindenki úgy csodál. Ilyen várost, mint Pestet, az ember kereshet, de még egyet úgy sem talál. Szóval ez a nyakkendő megvan, ami rajta. És én azt néztem, az arcodat figyeltem, hogy vajon mikor láttad utoljára ezt a fotót. Szoktam nézegetni? Van egy pár ezer, de szoktam nézegetni. Egyébként ilyen gyűjtőgétkös volt, aki megőrzöd. Hát én is az vagyok, de az egy családi örökség. Apám mindent albumba gyűjtött, tehát elsősorban az egész életét, a szakmai dolgát, és édesanyám pedig inkább a családi dolgokat. Tehát így rettenetes mennyiségű fénykép, és elég jó. Na hát akkor, ha már egy ilyen, az édesapád hangját hallottuk, és hát egy ilyen gyerekkori fotóval indítottam ezt a mai estet, ahogy így nézegetted, tehát ezek a kis apróságok, ezek a tárgyak, ez a szoba, ez most mit jutatott eszedbe? Meg van hát, még egyébként ez a lakás? Meg, hát nem tudom, hogy hol van ez, itt nőttünk fel, ez második kerületben, a Kult utcának hívták. Nem volt egy nagy lakás, de életem legszebb. Gyönyörű helyekkel laktunk, nagyobbakban és minden. Mégis valahogy ez az egyik legkedvesebb, tehát a szerénység meg a mérettétől függetlenül, hát nyilván az emberek a gyerekkorában rengeteg sok szép emlék van, és hát minden tárgy megelemült nekem ilyenkor, tehát ezek nagyon mélyebben nem maradtak, ezek a babakocsitok kezdve a nyakkendőig, minden, tehát ezekre úgy emlékszem, hát mondom, rengeteg fénykép fölmaradt. A Rátonyi családban a gyerek élet, az hogy telt? A papa jött, ment, folyamatosan próbált, otthon is mondta a szöveget, skálázott, zongorázott. Mit csinált? Hogyan készült az édesapád az esti előadásokra? Ez egy érdekes dolog volt, hogy soha nem láttuk őt otthon ilyen klasszikus értelemben, ő szöveget tanult. Tehát ő nem járt fel alá szövegkönyvbe, vagy szerepet tanulni. Hát hihetetlen, fantasztikus memóriája és agya volt, tehát ha csak azt láttam, hogy volt, hogy egy nap két könyvet is el tudott olvasni, nagyon sokáig fönnmaradt, és rengeteget olvasott, tehát 3000 kötetes könyvtára volt. Tehát nagyon gyorsan tanult, és hát amíg rájöttünk, hogy gyakorlatilag vagy az fürdőszobában, vagy az autóban tanult a szövegeit, de hát mondom nagyon gyorsan, de soha otthon ez nem volt olyan, hogy ami miatt őt ne zavarjuk, hogy ő most szöveget tanul. Tényleg ez megfejtetetlen volt. Hát sok ideje nem volt ránk, ez sajnos a valóság volt, édesanyám tudott igazából nevelni, de hát este azért nagyon sokat beszélgettük, amikor még esetleg elkaptuk őt és fenn voltunk, amikor hazatért a hosszú napjaiból, és hát a hétvége volt a családi napok, amikor mindig volt egy vasárnapi közös ebéd, utána a nagyszülőkhöz fölmegyünk, és hát azért, amikor tudtunk, programoltunk, tehát rengeteget jártunk moziba együtt. És otthon egyébként, amikor így apukátokkal így beszélgettetek, azért a szóba került, hogy na kisfiam, akkor tessék itt van, gyere most tanulj meg egy kicsikét táncolni, vagy egy kicsikét, nem tudom, nincs kedved ezt a gyerek szerepet eljátsz-e? Volt ilyen, hogy próbált rávenni arra? Nem, hogy... nem abszolút nem. Most a hugomhoz visszamegyek, tehát ő sem kétszerre lett színésznő, hanem hát talán emlékeznek itt. Hogy volt egy olyan periódus, egy olyan korszak, amikor ő ilyen kvázi gyerekszínészként apám mellett nagyon sokszor fölléptek szilveszteri műsorokban, meg írtak neki egy-két számot, de ez csak egy ilyen kis kirándulás volt. Az más kérdés, hogy utána ő ezt nagyon komolyan vette, és egyébként ő tudatosan színésznőnek készült, de semmiféle ráhatása. Tehát apám nem is, sőt ellen, ő le akarta beszélni, tehát hogy ne legyen. Nehogy az legyen, hogy ez valami, tehát egyrészt, hogy ne az ő
elbeszélésére segíteni, abszolút nem segített neki később. Engemet pedig, hát ez teljesen elkerült, mert én egy elég gátlásos, tehát ilyen szereplések ezek már az iskolai években is engem nagyon elkerültek. Most a zenét azt még hagyjuk, de nem szerettem se szavalni, se verset mondani, se semmi egyébként. A zenét meg hallottam. Ezután a zongora az ott állt egyébként a szobában, és akkor te ott kezdtél el ezzel foglalkozni? Igen, a Hontit nem tudom kihagyni, a Honti a húgomnak a keresztanya volt, és hát egy fantasztikus édesanyám, az egyik legjobb barátnő, a kártyapartnere, tehát annak jártunk föl. Tehát ő oda járt kanasztázni, az volt a nagy kártya, és hát mi meg gyerekek, mi nagyon sokszor jártunk, csak nagyon nagy zsúrokat rendezett, tehát ő gyakorlatilag őszintén majd olyan családtag volt, és nagyon jobban voltunk. A visszatérve a hangszerre, hát ott volt a zongora, azt mindig hallottam, hogy apámat korrepetálják, tehát jönnek a zongoristák, és hát nyilván azért a dalokat, azért azokat otthon tanulta így meg nagyon gyorsan, tehát nem kellett sokat gyakorolnia, és hát kézenfekvő volt, hogy azért mi is tanuljunk zenét, klasszikus zongorát tanultunk, egyik se szerette nagyon magántanára, úgyhogy ez elég hamar abba is maradt, és akkor gyakorlatilag a zenét azt szerettük, tehát igazából nem volt probléma, főleg hát az operettet mondom, nem lehetett nem szeretni, tehát azok olyan dallamok voltak, és hát máig is azok az olyan, tehát az tényleg az bárki, mondjuk kicsik voltunk, de én még máig azt mondom, hogy fantasztikus muzsikákat írtak ezek a nagy operett szerzők, tehát én egy egész más műfajban vagyok, de ezt nem lehet kikerülni, hogy ezek remek művek, tehát ugyanúgy, mint a nagy operák, ezek, az más kérdés, hogy most már én a mai világon már nem úgy szólalnak ezek meg nem úgy, én legalábbis hát gyakorlatilag bennem annyira mélyen megvannak ezek a hatalmas egyénisége, hogy ezek énekelték és játszották ezeket a szerepeket, de a dallam az megvan, meg ezek a darabok, ezek örökzöldek. Na hát így indul gyakorlatilag a zongoraművész Rátonyi Róbert élete, mármint szakmai élete, hogy ebből a közegből egyszer csak te elkezdesz zongorázni, kedvet kapsz hozzá? Mikor történt ez? 70-es évek, hát túlestem a beat korszakon, ugye, hát a képzőművész, azt egy mondat erejéig, hogy azért nem lettem képzőművész, mert megijesztettek, már majdnem jártam az előképzőbe, és jött volna a felvételi, de abban az időben nagyon sokan jelentkeztek, és azt mondták, hogy nagyon nagy a túljelentkezés, és hogy ez esetleg protekció, most a protekcióról annyit, hogy apám semmiben soha semmelyikünk, tehát ez is egy tévedés, hogy a név által esetleg valami előnyük volt, se az iskolában, én annyit szenvedtem az iskolában, tehát se az iskolában, se a katona, én 2 évet voltam katona, semmiben, tehát azt a húgomnak is a felvételét a közelében nem ment ennek a dolgoknak, tehát ebből semmilyen előtt nem élveztünk. És gyakorlatilag megijesztettek azzal, hogy mi van, ha nem vesznek fel a képzőművészetére. Tehát protekcióról szó nem lehetett, annak hogy nem is lett volna szerintem. De hát lehet, hogy segített volna, most nem is az, hogy igazságtalan jutok be, csak esetleg valaki helyett. De ez kiesett, úgy megijedtem, hogy abban az időben már úgy megcsapott ez a rockzene, beatzene, és akkor volt beatzenekarom. Játszottunk így garázsban, meg koncerteztünk így iskolákban, de hát ez beat zene volt, és akkor valahogy engem úgy megcsapott a jazz, volt egy ilyen Amerika hangja nevű műsor, amit késő éjjel évfélkor lehetett volna rádium, rátapadtam borzasztó vételi a viszonyok között, és akkor a tanulás után valahogy ez ugye meg, hát a magyar rádióban is voltak ilyen műsorok. És ez akkor, 1977? Hát ez 70-es év. És Lászlóval a dimenzió. Hát az már akkor, amikor már konziba, igen, az már gyakorlatilag, amikor már én a konziba fölvettek, az se volt egyszerű, a Gonda Jánoshoz jártam, és de ő az első időben is tanácsolt, mert teljesen autodidakta módon, én nem voltam erre fölkészülve erre a műfajra, úgyhogy én mondom, beat rock zenekarban játszottam, csak nagyon szerettem az ilyen jazzes dolgokat, ő azt mondta, hogy ne is majd, hogy nem lebeszélt róla, és egy évet kaptam, sőt nem is, egy fél évet kaptam a felvételire. Úgy mentem el, hogy ő lebeszélt, és teljes, tehát ott az egész zsűri, a szakcsi, a hukká, mindenki azt mondta, hogy biztos, hogy ez a gyerek az, akit azt mondtad, hogy ez nem valószínű, hogy... És akkor nagy meglepetésre ott mindenkit megleptem, és fölvettek simán. Hát onnan pedig ez úgy elindult ez a dolog. Édesapád mit szólt hozzá? Hát ő nem volt ennek a műfajnak a rajongója, annak ellenére, hogy az első lemezemet, amikor így letettem neki, ezt végig hallgatta, az nagyon tetszett neki, ez nem is volt egy olyan tipikus jazz lemez, úgyhogy gyakorlatilag hát udvarosan, de azt hiszem, az tetszett neki, gyakorlatilag nem sokat hallott ő, abban az időben azért én még ugye nagyon az elején voltam, és hát nem is volt neki ideje eljönni ilyen koncertekre. De otthon, amikor gyakoroltál, vagy otthon mondjuk volt olyan, hogy ő gyakorolt, mondjuk bármilyen darabra készült, és az egyik dalhoz azt mondta, jaj, kisfiam, kísérj el.
és odaadtak. Hát ez egy külön történet az ő kísérése, mert ugye hát éppen műfajban voltam, és gyakorlatilag ez most már nem tudom, hogy időben veltett egy pár év. Sokszor mondta, hogy miért nem jobb kísérem őt a fellépésre. Hát mondtam, hogy én azért nem kísérem, mert ezek a fellépések, ezek az lett haknik. Ugye ott nem arról volt szó, hogy valaki elviszi egy zongoristát és csak őt, hanem ott általában le kellett kísérni esetleg a többi művészt is, és abban volt nótaénekes, operaénekes, a többit az agy, rockénekes. És mondtam, hogy én ezeket inkább nem is vagyok ezekben jártas, úgyhogy eleinte csak úgy működött, hogy én őt sofőröztem, de én voltam a sofőrje, vittem, hogy ne kelljen annyit vezetnie, és akkor, de azért már úgy volt, hogy be kellett ugranom, volt egy pár olyan dolog, hogy az ő műsorát azért azt úgy körülbelül már lett, és akkor egy nagyon érdekes történet volt, hogy azt mondta, hogy tudta, hogy anglomán vagyok, és épp Angliába készült, hogy volna kedvem kimenni benne Angliába. Nem tudtam, hogy miért, azt mondta, hát volna, hát mondom, basz, akkor tanuld meg a 2 órás one-man show-mat, azt mondja, te fogod kísérni, és akkor jöhetsz velem Londonba. És akkor innen kezdődött egy fantasztikus együttműködés, és hát tényleg, nem azt mondja, világot, de hát tényleg eljutottunk Amerikába, Izraelbe 2-szer, Oroszországba, Svédországba, sorolhatatlan. Tehát de hát ez annyira adja magát, nem? Tehát, hogy egy ilyen családban, hát ez a családi biznisz legjobb példája, amikor... Hát csak ez ott más műfaj volt, tehát én azért, én nem mondom, nagyon szerettem az operát, de így, hogy csak őt kellett kísérni, aztán már itthon is persze mindenhova vitt egy cipelt, és is boldogan, sőt, be tudtam vinni, amikor már zenekar kellett, a leghíresebb jazzmuzsikusokat elhívt a barátaimat, dobost is, mondjuk egy basszusgitárost, és mondtam, hogy őt kell kísérni. Nem azt mondta, hogy eljöttek boldogan, de amikor véget ért a műsor, azt mondták, mikor jöhetünk legközelebb, azt mondta, ez egy egész más műfaj, de ilyen emberrel azt mondja, hogy még nem dolgoztak. Tehát olyan volt, hogy tehát ez tényleg nagyon nehéz így elmesélni, tehát olyan szinten, nem csak az, hogy profi volt, hanem olyan jó volt ezt a műfajt is vele csinálni, úgyhogy én aztán megmaradtam neki tényleg az zongora kísérője, és hát ez egy külön óriási élmény, mint nagyon sok nagy élmény. Szóval, hogy gyakorlatilag ez ma már olyannyira a zenei világban és a színházi világban egyfajta minőséget is jelent, amit te képviselsz, és a te zenekarod, és az, amit te csinálsz, hogy ez mindig garancia arra, hogy hát akkor itt valami olyat kapunk, amiért megéri, az biztos, hogy megéri oda menni. És te nem is vállalsz el olyat, azt hiszem, ami nem eléggé üti meg azt a szintet. Tehát azt hallottam, hogy azért van mérce. Hát ma már nem válogathatunk, ez volt egy olyan időszak, amikor valóban, most azért már több, de valóban, tehát, és az biztos, hogy beleviszem azt a maximumot. Tehát én csináltam például gyereklemezt, nem is egyet, a Mikola Petének azt hiszem 5-5, vagy nem tudom hányat, és mindenki megkérdezi, hogy gyereklemez, hogy lehet? Mert mondtam, hogy én ebben a műfajban vagyok jó, ezt neki mondtam, amikor ő megkeresett, és mondom, nem, hogy egy picit jazzes, tehát igény, nem is az, hogy jazzes, hogy kicsit igényes, tehát nem olyan lesz, hogy mondjuk egy akusztikus gitár, mint tudom én, a Halász Juditnak a zené, amit nem levezett, lehet csak imád egy egyszerű, közérthető zenei világ. Szóval próbáljuk meg, és olyan sikere lett, hogy nagyon pici gyerekeknek csinálja ezeket a műsorait, járja az óvodákat, és hihetetlen. Tehát picit igényesebb lett, kicsit jazzesebb lett, és óriási sikere volt. Tehát azóta is mondja, hogy nem is tudta, hogy ezt a zenét is be lehet csempészni az egész fiatal gyerekeknek. Úgyhogy valóban, amit bármit elvállaltam, legyen a színházi zene, vagy chanson, vagy musical, vagy bármi, azért az igazi vénám, tehát nyilván igényes volt, vagy hogyha hangszereltem, akkor mindenki tudta, hogy abba egy picit benne lesz ez a... Most a jazz úgy vegyük, hogy hát inkább ezt mondanám, hogy igényesebb. Azt ígérted nekem, hogy a mai napon meglepjük a közönséget egy kis koncerttel.